Szép jó reggelt kívánok! Eljött a nagy nap, 54. kékszalag. Balaton széplakon ébredtem, 9-kor van a rajtja a hazai legnagyobb vitorlás versenynek. A részfoil is a vitorlázásnak az egyik alosztálya. A pünkösdi regattán már bebizonyítottam, hogy gyorsabb járműről van szó, mint a vitorláshajók. A kékszalag viszont ennél egy sokkal technikásabb verseny. Kérdés, hogy a pályának minden területét meg fogom-e tudni közelíteni a változó szélviszonyok miatt. Balatonon a leggyakrabb az északi szél, ma viszont nyugati a szél lesz. A déli partján vagyok a Balatonnak, Széplakon, a rajt pedig az északi parton Balatonfürednél lesz 9-kor. Körülbelül 8-kor összeszerelek, és vízen fogok átmenni oda. Ahhoz, hogy a legnagyobb ernyőm repüljön és húzzon a vízen, körülbelül 7-8 csomós szélre van szükségem. Jelenleg pont a határeseten vagyunk, viszont folyamatosan erősödik az előrejelzés alapján. A hátszeles szakaszban 30-32 csomóval fogok közlekedni, ez jóval gyorsabb lesz, mint amit a hazai legjobb vitorláshajók tudnak. A kenesei forduló után pedig jövök vissza Zamárdi felé, Krajcban ugyancsak körülbelül 20-22 csomó sebességgel tudok menni, de ez is vélhetően picivel magasabb lesz, mint a vitorláshajóké. Sajnos a nyugati medencében már nem írnak olyan jó szelet, így az nem lesz fújlozásra alkalmas. Egy gyors reggeli, kis nyújtás, aztán megy a szerelés. Nagyon határeset még a szél. Összeszedi majd magát jobban, és a 21-essel jó lehet. Remélhetőleg már 9-re oda bírok írni. 8.40, most lett elég a szél ahhoz, hogy felvegyem, a többiek már fel sorakoztak a rajtvonalnál, 20 perc van odaérni. Aha! 50-50